Ez itt a Komlósi Műhely, plusz egy fő. Jó estét kívánok, Komlósi Gábor vagyok. Benne leszek a tévében, benne leszek a tévében. Köszöntöm Önöket! Jó estét! A Mosolyországban köszöntöm Önöket! Faragó Péter vagyok. Ez harcsából fog készülni. Természetesen, alapvetően igen, nyomokban pontyot is tartalmazhat. És a zenével hogy fogunk majd állni? Tehát mindig hát, karaoke van, de egy kicsivel több zene sem ártana majd. Hát állni az attól függ, hogy mennyi alkohol iszok nyilván. Ez idővel, tehát egyre gyengébb, illetve egyre kevésbé fogtok állni. És milyen volt eddig az éjszakád? A mostani éjszakád? Igen. Elég kellemes. Igen, mivel telt? Most már kicsit melegebb van, ugye este nem olyan jó az álmom. Jó, hogy ebben a műsorban mindig meleg. De hogy miért azt a reklám után megtudják? Melyik a szerinted a legjobb évfolyam most így az utóbbi párból, aki nagyon-nagyon, úgy gondoltad, hogy nagyon-nagyon jó. Én sosem tudom, hogy hanyadik évfolyamban vagyunk, egy idő után már elvesztettem a fonalat. Legyen 22. Vagy most mennyi van? 34. Köszönöm szépen. Nagyon jó, le az alapban, Viki! Hello, Péter! Gyere, kedves Péter! Ülj le körünkben! Kedves főszerkesztő úr is! Itt lesz ma este velünk. Persze, így van. Hú, két férfi társaságában, ez aztán az igazi alfa hímek társasága. Már csak én vagyok a kakuktojás, de hát ez már csak így van. De csinos kakuktojás vagy. Köszönöm szépen. Milyen volt az utad idefelé? Köszönöm, nagyon kellemes volt. Nagyon imádom a tavasz időt. Végre ma volt az első szerintem. Igazán jó idő, úgyhogy szuper volt, élveztem nagyon. Nem kérdez egy alfa hímtől valami keményebbet is. Egy bétát. Egy bétát megpróbálok. Te hogy viseled azt, hogy úgy itt gondoltam, a tavasz... Úgy gondoltam tőlem, most is úgy gondolom. Hogy gondolod? Hogy érzed? Itt a tavasz, vetkőznek a hölgyek. Hát ugye egyre kevesebb a textil. Igen. A hölgyeken. Rád ez milyen hatással van? Hát, meg örülünk. Sajnos adásidőnk lehet, ezt soha nem tudjuk meg. Nem, meg örülünk el.